Oké, értem, és majd egy új játékot szednék játszani, nem más, mint a Mario Run. Hát igen, ez egy Nintendo-s játék. Na nézzük. Tényleg ez egy Mario-s játék. Ennél most lehet nem annyira jól látszódik, de majd jól fog. Ne aggódjatok. Próbálok rajta igazítani következőleg, mert mondtam, hogy majd vágni szeretnék ilyen tutoriálokat kivágom. És kipróbálom vágni, igen. Most kell kiválasztani, mit akarok. Hát English, mert idő. Még Dolcs is lehetne, de inkább English. És látni fogjátok az ujjamat, persze. Yes. Later. És persze valami háttizaj lesz, meg ilyesmi, akkor azt is kivágom. Például valami közben ilyen atomrobbanás, vagy ilyesmi, nem viccelés, nem. De tényleg, ha valami van, akkor vágok egyből, és visszatérek, nem vagyok. Hát ez a karakter, ez jó. Nem tudom, mondod, hogy fiú vagyok. Imre. Ugyebár lesz majd a... Lesz egy boss is, azt hiszem, hogy gyűjtögetni egy cuccokat, azt is kivágom biztos. Nem látjátok az idegességemet. Jó. Nézzük. Sztori. Sziasztok. Látjátok, hogy hogy veszem föl. Más videózás. Volt már számítógép, a Xbox, minden most ez is. Nézzük, aha. Why don't you join a castle for party? Azaz, gyere el a vár partimra, lesz sütés, szeretette Peach, vagy ami ilyesmi. Oké. Okay. Gondoltuk, hogy itt lesz Bowser. Boss. Repülő vizeivel, ezt így imádom ezt a repülőt. Hoppá. Na? Ajaj. Ohahaha. Itt stuckinkét. Elloptam a tortát, meg a... Vizé a királynőt. Nyilván, mert nagy mániája. Hát igen, itt vannak a tutoriálok. Ezt kiskippeljük, ezt tudom. Nagyjából. Szóval most lesz az a rész, amikor beszélgetni fognak sokat, de azt kivágom. Próbálom az összes pályát kivinni, az 1-től a 4-ig, mert még lehet lesz egy ilyen futós pálya, ahol mások ellen tudunk játszani. Na nézzük a... Igen, data, igen, dan, bla bla, hát... Dobladingoljuk, akkor lesz egy kis vágás, ameddig be nem fejezi. Aki akció van, Bowser ellopta a királynőt. Jaj, Jesus Christ. Meddig töltött ma, hát tetszik, hogy Bowser elrabolta a királynőt, és megint meg kell mentenünk. Hát mi más lenne a sztori. Ugyanaz, mint mindig. Igen, most lesz ez a tódos tutoriál, ez amit nem biztos, hogy végig mutatok, csak megnézzük, itt okoskodik a csávó. Tód, úgy hívják, aki kíváncsira. Ne, Bowser elrabolta a királynőt, meg vagy ilyen ilyesmi. Igen, ott van a túr. Itt lesznek majd a pályák, amiket meg akarok majd csinálni a mai videóba. Ezek itt összes. Peach, idővel, hurry up! Mondjuk ezt megnézhetjük végül is, akkor nem vágom ki, és ezeket kell összegyűjteni, hogy ezt a Bowser-s pályát meg tudjátok csinálni. Az összes pályáról megkezded az összeset, ezért vágni fogok, de lehet ezt, ha megcsinálni fullosan, akkor jó lesz. És próbálok, de hát így lehet kicsit nehezebb lesz. Van buborék is, hogyha elcseszem. Jó, haladunk. A kedi kettőnél van. Jó. Gomba álltunk. Mindig van buborékom. De csak kettő darab. Még azt muszáj használnom, mert kell ez a... Ezt nem hiszem egyszerűen. Jó, szerintem időn kívül fogom megcsinálni, ez rohadt nehéz. Főleg egy kézzel megcsinálni ezt. Jó. Ez nagyon nehéz amúgy. Olyan hülye helyekkel tesz a játék ezeket a lila cuccokat, hogy... Ez már őrültség. De van 3.
Na. És megint dumálni fog, ezt majd kivágjuk, ez csak egy kis tutorialat. Ezeket ma videón kívül összegyűjtögetem, bocsánat, tényleg csak nehéz egyszerűen, egy kézzel nagyon nehéz. Muszáj úgy jelszentőjetek, ahogy szoktam. Na most lesz az, amikor a multiplayer lesz. Oh no, ticket. Ha kell ticket. Kaptunk 5 ilyen gombatiketet, és ott van az a rallis versenye, bár itt lehet majd versenyezni, majd figyeljetek. Itt vannak az emberek, akikkel lehet játszani. Oh, welcome, Toad Rally. Toad, you stone, aha. És igen, ővele kell játszanunk. Hát, ő is játszottunk vele egy sört. Ki akartam vágni, de nem nincs hozzá kedvem, az a baj. És a ticket arra jó, hogyha elcsesz egy értet, akkor még kapsz hozzá. De jobban nem nincs végtelen ticketed, ezért hát bekosztod. Meg egymástól lehet elvenni gombákat is, az is már egy jó dolog. Itt van a Nintendo-s Toad. Igen, ezzel lehet ilyen ultra coin-okat szerezni, és ezért is kapunk kombókat, ha leütünk valakit. Na ez jó dolog. Run. Ez az a gomba. És bár ott látszódik felül, hogy a csillag felmegy, akkor kapsz ilyen ultra csillagot. Ó, Toad leragadt. Há. Majd azt jelentett egyszerűen ez a zene. Vissza az a régi élményeket egyszerűen. Valamint egy... Csak igazán nem olyan, mint hogy meg kell... Itt nem lehet megállni egyszerűen ezen a helyzetben a játékban. Aha, látjátok? Ultra csillag, coin rush. Minden coin lesz, ahol járunk. Ezt nem tudom egyszerűen felszedni ezt a végén, azt a lejárt az időnk. De van sok pontunk. Amit nem szereztünk meg, hát a személyt is szereztük volna. A Toad megszerzi szerintem. Nem ő se. Hoppá! Fú. Mario, rajta, ez az. Kapunk olyanest? Mindjárt kapni fogunk. Most kapni is fogunk, ez az. Yes. És igazából itt vannak taktikák, hogy vissza lehet ugrálni, meg ilyesmi. Ezért figyelni kell. Még egy kézben nagyon nehéz játszani, és az idő is lemegy idő után, ez a baj. Hát ezt szerintem megnyertem, én úgy érzem, de nem biztos. Hát gondolom, direkt tudod megcsinálni, hogy te ő veszítsen, gondolom, ha fejlődsz ilyen 20-as szintűeket, már nagyon nehéz legyőzni. De igen, egy kézben nagyon nehéz tényleg játszani, azért értsétek meg ezeket a lila cuccokat, vagy rózsaszíneket, nem tudom ezt gyűjteni, csak egy-kettőt. Ügyes voltál. Most fogok kisorsolni, hogy ki nyer, hogy látni fogjátok, hogy haladtunk. A Toad is szerzett egy párat, de nem szerezte a rózsaszíneket. Azért kezdte el. Én 3-at szereztem. Ő még nem is szerzett olyan csillagot. Az elején egy bukás lesz csódnak, de hát gondolom, csak tutorial ez nem egy igazi meccs, mert lesz 4-et. Hogy? Nem biztos összeszedtem azt, amit nem bírtam. Rengeteg kóírás kaptam, én meg egyet sok. Hát a tisztelet az is sok cuccabb, de hát szerintem nekem 200 össze fog jönni. Na, nem? Majdnem. Elég. És majdnem ő nyer meg. Na, 100-t tartott kapott. 225 is. És elkaptam a kombájt. Igen, gratulation! To join the kingdom, aha. És ezeket kell majd gyűjteni Bowserhez. Kaptunk 20-at. Na, és lehet több fajta színűt is összük, mint zöld, kék, lila. Kaptunk egy red házat. Ezt gyűjtenünk kell 50 kéket és 50 pirosat a Yoshi, kék Yoshihoz. És itt az ellenfelek, minket hányat nyírtunk ki, hányat pusztottunk el. De technikus tényleg elpusztottam, nem? Na mindegy. Érdekes ez játék, tényleg nagyon azért el lehet felenni. Tutoriált nem skippeltem, hogy nem volt kedve, na. Szóval most kell majd összem házat építeni, ha jól tudom. Ugye a kastélyt kell építeni majd oda. Igen, nagy kastélyt. Ú, level 2-es lettem, ha jól látom, de nem biztos. Tényleg az a rohadt kövíz cuccok. You want a spence, friend? Ja. Build. Igen. Kingdom Shop.
És így kell kívánoztunk, hey, ez úgy mondott a csávót, hey, a csillagra, és itt van, ingyen van az a sur. És hova tegyük szentetek? Vesszük ide a összegény mellé. Na. Oké. Okay. És tudom, lesz egy házikója csólynak. Aha, ilyen itt lehet kapni ilyen tiketeket, meg ilyen random cuccokat. Tudom, ezt már mondtam. Igen, ez egy kékös, ezt most tudjuk az is. Igen, és ott van a Remix 10, hát az nem csinálják meg. Az olyan foglalkoztam régen sem. Hey! Na, végül. Ezeket bocs, hogy nem nézve végig, de nem értem, mit beszél meg. Ez csak itt magyarázott dolgokat, ami hogy van. Kukancsukod a túrokba. Egy párat megcsinálok az összeset, aztán kigyűjtöm a rózsaszíneket. Hát itt meg egy kéz, nagyon nehéz lesz így. Örülök, a kettőt összegyűjtök, ez a bocsász. Hát, van az a challenge-et meg kell csinálni, mert ugyebár egy Bowser challenge. Nem lehet ingyen megszerezni a várba, előbb bejutni. Olyan egy sötét pálya. Itt volt egy gomba, nem mindig. Ott van egy coin. Ezeket nagyon fontos gyűjteni, ezeket a rózsaszín coinokat. Végülök, mert fel lehetett volna menni, de nem tudtam. Mondtam, hogy nehéz. De haladunk. Oda se bírtam, látjátok egyszer néz. Nagyon nehéz így. Végül is vissza menni. Megpróbálhatjuk. Meg újra. Hát akkor próbáljuk újra az egészet. Ezt kicsit átjuk, mindezt kihagyjuk, de ezt az ugrósat nem akarom. Ez csak nem sikerült, na mindegy. Nem foglalkozunk vele, bocs. Ez az gomba? Oké. Ez tényleg nagyon nehéz. És régen nem is gyűjtöttem, szerintem hülyeség. Hát, szerintem jó, meg muszáj ezt gyűjteni, ha akarsz feladni. Sajnálom, egyszerűen ez az átugrás nagyon szar itt. Úristen, itt vannak a... Oké, okay, megvan. Kettő. Szerintem végig is a pályának nem állt. Itt nem a videón kívül gyűjtögetem össze ezeket majd. Na, kész. Kettő csikült. Hát, rohadt nehéz helyen vannak, az a baj. Három másodperc lett volna. Nézzük akkor a következő pályát. Ami hol állt, ami gomba. Pálya. Ha mutatja a csávója. Tudjuk sajnos. Meg utána ezeket összegítőgetni, de muszáj sajnos. Meg a megében 50 darab ilyen piros tucat is össze kell gyűjtenünk. Sajnos. Nem egy hozzá, nincs hozzá, annyira kezem. De figyeljétek. Bowser challenge 50 ilyen piros. Tud, meg még kell két, hát igazából még több. Olyan mocsi sikült még ez egyet csőszíteni, csak egy párat majd azokat. Mondom, mi van, megcsinálom. Kinnoldok én vele így is eleget, szerintem. Valat hosszú ideig tart, szerintem. Elfrasztottat volt rá. Oh, jaj. Jesus Christ, feldobottam. Hoppa, megvan az első kony. Vissza. Még egyszer. Jó, de csaló vagyok. Há. Oké, okay, meg egy kell. Oké, okay, megvan az összes. Na, ez a pálya legalább megvan. És ennyi az egész szinte.
kell, ez összes meg van. Na, ez jó volt például. Vagy csak a barlangok kell meg a... A földes. Hát az nem nehéz, csak a barlang, ez kicsit nehéz. Na, ebben az. Complete. Itt van több fajta cuccot lehet, és szerintem lehet lilát, meg szürkét is hallottam. És ő most mondani fogja, hogy nincs olyan cuccánk, amiben ki tudjuk nyitni. Kaptunk két tiketet. És igen. You would easy. Ez nem olyan egyszerű, vagy ami ilyesmi. És igen, itt vannak a... Nekek akkor innen fogjuk majd akkor folytatni, akkor össze megcsinálgatom a cuccokat, és akkor majd onnan fogjuk folytatni. Visszatérek a várhoz, majd ott folytatjuk, ha mind meg lesz. Oké, visszatértem, kiterült, hogy nem kell megcsinálni az 50 todot. Egyből lehet menni, azt mondta Bowser, hogy ez kicsit könnyű volt, vagy ami ilyesmit magyarázott. Na nézzük akkor a boss várát. Jó, olyan várom már. Ezelőtt néha ritkán jutottam, de nagyon nehéz volt megszerzni. Egyből mondjuk ütött, akkor nem videóztam, szó szerint értsétek. Na, bocsánat, hogy kakabarkozomat nem figyelztem. Na nézzük, júj. Jézus. Olyan. Ezen lábáspályákat mindig is utáltam. Itt nem muszáj szedni az összeset, mert nem érdekel. Elválni kell. Párt összeszedünk, ami kíváncsi szegy Bowser kártyára. Ó, basszus kulcs. Még van buborékom, ezzel nincs baj csak. Ja, hol a boss? Jó, itt van. Hoppa, itt van Bowser. Ajjaj. Gyere. Basszus kulcs. Elrontottam. Azaz, megvan. Megvan, gyerekek. Na? Ez nem is Bowser volt, ez egy kis gomba. Mi a szar? Ez egy gomba volt. El volt varázsolva. És akkor Peach nincs itt sehol? Akkor az átverés. Jó, megjártuk. Nagy semmi kínlottam. Akkor úgy látszik, hogy eldönti a játék, hogy melyiket akarod. Vagy tudod szerzesz, vagy ilyet. Mondjuk én a rózsaszint ajánlom. Oké, ki? Ott van Peach. Mario! Ne! Basszus. Nem, hát ez nem lehet nagyon lehet. Basszus kulcs. Nem, azt nem volt így jó. Szépen átjött a gonosz. Jó. Nem tudom, hogy végig van most a játékban, mert mindig az a pály, többi pályát meg kell venni, gondolom. Végén is úgy volt. Mondom, meg kell venni. Hát igen, az a baj ez a játék, hogy meg kell venni a pályáit, az összes vet meg kell venni, de én nem akartam, csak kipróbálni. Hát, ennyi volt gyerekek. Muszáj ezt megvenni, sajnos nem tudjátok más, hogy ha PC-t szok, mondjuk ott nem lehet, aztán csak Nintendo Switch-en lehet ott ingyen van. Na, de tetszett ez a Mario Ranos videó, akkor lájkolt ki, és akkor a következő videómban. Sziasztok!